Sziasztok, egy újabb videóba jelentkezek, vágjunk is bele. Első, a titánok harca. Ez ugyebár ez a remake, és igen, jól látjátok, ez a dupalemezes változat. És én komolyan mondom nektek, én legalábbis, amikor megláttam, azt hittem, hogy a régi, azt rájöttem, hogy nem ez a... Ez a mikori? 2010-es. Már 6 éve. 6 éve ment a nálunk a mozikban, és én szeretem ezt a filmet, én a régit is imádom, nem is tudom, hogy azt kiadták-e nálunk DVD-n, én sehol nem találkoztam vele, pedig nagyon meg akarom venni, mert én imádom a régit is, és ez is jó. Bírom, mikor benne van az a bagoly, ugyanaz, amelyik a régiben, és azt mondják, hogy ez már elavult, hát ez hatalmas, meg amikor átmennek a révésszel, és akkor már mondja a csávó, hogy ez egy régi szóbeszéd, hogy visszafele hogy mennek, és a csávó megemlíti, hogy hogy visszafele hogy fognak menni, mert csak egy aranytallért adtak a révésznek. És akkor visszafele hogy úsznak majd, vagy mi? Mindegy, aki látta a régit, meg az újat, az érti, hogy miről beszélek. Szóval, és ez tök jó, hogy ezeket így belerakták a filmbe, ilyen kis poén kedvéért. Én imádom ezt a filmet, és szeretem. Örülök is, hogy a dupla lemezes itt van. A másik nagy kedvencem a Vémint Pérbosszú, ez egy dupla lemezes változat. Hát most mit mondjak? Egy igazi anarchista film, igazából egy politikai thriller, és sokan mondják, hogy az anarchia az még a fegyver nélküli forradalom is. És ugye már itt a film végén, fegyverek nélkül menetelnek a parlament elé. És igazából ezt hívják anarchiának. Meg lehet mondani, hogy a szabadság, egyenlőség, testvériség, hogy a teljes szabadság az anarchia, de még elvileg erre is azt mondják, úgyhogy én egyszerűen imádom ezt a filmet. Ez is tel van társadalom kritikával, hogy mi a fene folyik itt ők valójában. Nagyon jó, komolyan mondom, nem is tudom, hogy hányszor néztem már meg, és a Matrix alkotói is beleszóltak, és úgyhogy van benne egy-két olyan rész, ami látszik, hogy a Matrix alkotói kezemunkája is benne van. Daredevil a fene gyerek, ez is dupla lemezes változat. Ugyebár ezt a filmet is sokan utálják, de ez még a legjobb Marvel filmek közt van szerintem. Ugye már itt még benne van az Elektra is, egyébként az is megvan külön az Elektra, mert csináltak egy mozifilmet, az nem lett valami jó, de ez a film szerintem nagyon jó, tehát tényleg jók a szereplők, tényleg itt van a meghalt színész, fú, most nem is tudom, hogy hívják. Michael Clark Duncan. Azt hiszem úgy hívják, na mindegy, nem tudom. Úgyhogy szerintem ez az egyik legjobb Marvel film, úgyhogy ezt is mindenkinek ajánlom, de szerintem ezt már mindenki látta. Mert ez mikori? 2002-es, te jó ég! És még azért mai napig megállják a helyüket az effektek szerintem. Meg a színészek is jók, tényleg jó a zenéje, jó a története. Hát bemutatja a Daredevilnek a születését igazából, és sajnálom, hogy nem készült második vagy harmadik rész, mert azért nagy siker volt. Nem tudom, hogy már bemutattam nektek a halálhajót. Én úgy emlékszem, hogy nem mutattam be. Én egyszerűen imádom ezt a filmet, az egyik kedvencem, és ez is a dupla lemezes változat. Ez szerintem minden idők egyik legjobb sci-fi horrorja, tehát még volt a Hold sötét oldala, de azt nálunk nem adták ki DVD-n, csak videókazettán, amit nagyon sajnálok. Akkor a rendezőnek is csak az egy filmje volt, de ez a film, én ezen emlékszem, hogy én ezen féltem. Meg hogy a hajó valójában hol volt? Tényleg a pokolba. Meg azok a bevágások, hogy ott mik történtek. Szerintem ez egy félelmetes film mai napig. Én emlékszem, hogy nem mertem aludni akkor egész éjjel, mikor egyszer a tévében megnéztem, amikor kisebb voltam. És nagyon jó. Ó, azt hittem, hogy az angolul van, és magyar szinkronnal van. De jó. Ezt megvettem, azóta nem néztem meg, mert már láttam kismilliószor. Sam Neill van benne, meg Laurence Fishburne. Szerintem, aki akar egy nagyon jó filmet nézni, az nézze meg. Következő,
Conan a barbár és Conan a pusztító. Igen, ezt én még így vettem meg. Itt van mind a két film. Azt akarom még megnézni, hogy magyar szinkronnal van. Hangok, magyar. Arnold Schwarzenegger szerintem a Predator meg a Terminator mehet a legjobb filmje. És én szeretem mind a kettőt. Az első az egy sokkal komolyabb téma, az egy regény alapján készült, ugyebár a második az meg már inkább kalandosabb, de viszont szerintem mind a kettő jó. A másodikat az sokan szidják, de szerintem megállja a helyét. Semmi baj nincs. Hát komolyan, hogyha manapság ilyen kalandfilmek lennének, összetehetnék a két kezünket, komolyan mondom. De sajnos ilyennek ma már nem fognak készülni, hát ez a film is legenda. Úgyhogy még készültek videójátékok is. Következő a Terminátor. Ezt is megvettem, gyerekek. Ez egy dupla lemezes változat. Csak ez az a baj, hogy az extrák angolul van, mert úgy megnézném, hogy csinálták. Nézzétek meg, mennyi extrája van, nem tudom, ebből látszik-e valami. Mindegy. Ezt a filmet nem kell bemutatnom. Ezt mindenki látta. Ami ebben a kiadásban a szép, meg a negatívum is, eredeti és új szinkronnal. És ezzel a negatív az, hogy új szinkron készült, ami borzalmas, ugyanazt mondják, mint a régibe, de viszont katasztrofális, egy erőltetett, szörnyű, és így adják a tévébe a Film Pluszon is az új szinkronnal, viszont a régi is rajta van. Én például a régivel néztem meg, és nem értem, miért készült hozzá új szinkron. Mi ez a mániájuk, hogy mindenhez készült, a Die Hardhoz is készült új szinkron, a Sárkány csókjához is, meg amit mindjárt be fogok mutatni, ahhoz is új szinkron készült, az pedig a robotzsaru. Kurva anyjukat! És tudjátok, hogy ebben mi a szemétség? Most ezen én kiakadtam, mikor ezt megvettem. Mert nem tudtam, hogy új szinkronnal van. Vagy ezen ugyebár rajta van a régi. Ezen nincs rajta a régi szinkron, csak az új. Hát a kurva anyját! De komolyan! A legjobb, amin mindenki felnőtt szerintem. Mert gyerekkorunk egyik legjobb filmje volt, és nagyon komoly témája van ennek a robotzsarúnak. És én így felnőtt fejjel értettem meg, hogy mi a fenét akar nekem mondani ez a film, és ilyenkor esett le, pedig gyerekkorom hányszor megnéztem. Komolyan mondom, és ez az új szinkron, ez borzalmas. Komolyan. Nagyon szar. Viszont van benne egy-két jelenet, amit így szerintem direkt a DVD kiadás miatt belevágtak, egy-két új jelenet, ami még a videókorszakban nem volt benne, én nem emlékszem, ugyebár ez a rendezői változat, úgyhogy ennek is örültem. De ez a szinkron, ezzel basztak el meg, hogy nincs hozzá magyar felirat az extrákhoz. De viszont ez a maga kiadás azt szerintem gyönyörű, hát ez a borító is. Amúgy én csak ezt a részt láttam a boltban, a másodikat meg a harmadikat nem. A 4-5-6-7-ről meg nem is beszélünk, mert az van, azt hiszem valami vagy mexikói, vagy román folytatás, még a 2 meg a 3 az nagyon jó. Szerintem a 3-ban vannak a pánkok, a másodikban pedig a igazából a drogról szól. Ez az első meg a haláláról, meg hogy bosszút áll a halálán igazából. Na, ennyi lett volna igazából, én ezen kiakadtam, hogyha mást is idegesített az új szinkron, az írja már meg, hogy csak én vagyok ilyen, hogy engem idegesített. Úgyhogy ennyit akartam, mindenki nézze meg ezeket a filmeket, de szerintem már ezeket mindenki látta, aki nem, az meg pótolja, mert ezek tényleg egy felejthetetlen élményt nyújtó filmek. Na, köszönöm, hogy meghallgattatok, aztán majd még jelentkezek. Sziasztok!